Hello, szia! Itt van az idei év eddig leghosszabb tekerése, nek a fele, mert hát haza is kell menni, de a legtávolabb most kerültem. Egyébként 2023. június 1 a nyár első napja. Hát hirtelen jött tavasz lett ez a nyár első napján a tél után tegnap, mert elég fog az időjárásunk. Most legalább nem kell fázni. A lényeg az, hogy végre eljutok Vadé pusztáig, mert az időjárás engedi. Bár egy kicsit, most ahogy elkezdtem volna ezt a videót, itt megszűnt volna a napfény, ami így elég hideg. Na de mindegy. Most már meg kell csinálni, mert hát olyan nincs, hogy ez olyan, mint a repülés, az is veszélytelen, a zuhanás az nagyon veszélyes, hogy repülő még nem maradt fel, szóval itt sem maradhatsz itt. Úgyhogy vissza kell tekerni. És úgy edzés az edzés, hogyha is a szállsz a kötésből, ha nem, meglátod a vadépuszta táblát, és megfordulsz, ugye ez Kaposvár leányotthontól indul a hát régen 40-es kő volt ott. Na jó, van nekem ennyi elég is volt, itt fordulópontnak ez jó lesz. Így kell 69-edni, ugye, mert itt kicsit mennék, ott az elkerülőn, csak most az autók vennek, nem a bringások ott. Lenne a 69-es tábla. De fenn is van ez a videóm szerintem. Így kell 69-ezni, vagy 69-eztem, vagy valami ilyesmi a címe. Ha nem felejtem, mert berakom a videó végére, de úgyse elfelejtem. Megint csak föltöttem, hogy hopp, egy edzős videó. Hú, de szépek a felhők. Júj! Majdnem mondtam, hogy de jó edzeni, hát nem. Az egy fájdalmas, szar dolog. Ki az, aki ennek örül, meg örömmel csinálja? Hát iratkozzatok fel, ne maradjatok a semmiről. Edzetek sokat. Én ezután még kell, hogy hagyjak erőt a végére, mert jön a felső testedzés is ma. Is. Mint mindig. Hát hello bello mindenkinek. Egész tűrhető idő van.